Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket ma este is, 30 éve szabadon. Ez a Ludovika Szabad Egyetem e félévi témakörének összefoglaló címe. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Lezsák Sándor elnök urat, a Magyarország Gyűlés alelnökét, írót, költőt, az MDF alapító atyainak egyikét, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm Sós Viktor Attila bizottsági tagot a Nemzeti Emlékezet Bizottsága részéről, és Sótonyi Péter rektor urat az Állatorvos Tudományi Egyetemről is. Hölgyeim és Uraim, két rövid technikai információval szeretném kezdeni a mai kivételes estét. Egyrészt ma csak este 7 óráig tart a kerekasztal beszélgetés. Elnök úrnak Moszkvába kell repülnie a külügyminiszter meghívására, ahol az orosz-magyar levéltári vegyes bizottsági üléssel kapcsolatban a gulágra elhurcolt, illetve a II. Világháború után Oroszországba került több százezer magyar állampolgár iratainak visszaszolgáltatásával kapcsolatos tárgyalások zajlanak többek között. Köszönöm szépen ennek fényében is különösen, hogy elfogadta meghívásunkat, ha rövidített időre is. Ezzel kapcsolatban tisztelt közönségünket arra kérem, hogy kérdéseiket, hogyha vannak, majd írásban tegyék fel elnök úr hivatali villámposta címére. A másik technikai kérésem az, hogy látom, hogy sokan fényképeznek, tisztelettel kérem Önöket, hogyha fényképeket készítenek, a kamerák elé ne álljanak be, a kamerák mögöttről készítsék ezeket a fényképeket. Köszönettel mutatom fel ezt a könyvet. Lezsák elnök úr jóvoltából a mai Szabad Egyetemi alkalom résztvevői ajándékot kapnak. Ez egy jelképes könyv, Lakitelek 1987, a magyarság esélyei képes könyv a címe. Az antológia kiadó adta ki két esztendővel ezelőtt, az 1987. szeptemberi nagy lakiteleki találkozó emlékére. Olyan képek vannak benne, amelyek felidézik, segítenek elképzelni azt a hangulatot, amely Lezsák Sándor lakiteleki tanyájának udvarán ezen a történelmi találkozón uralkodott, és amelyet a magyar rendszerváltozás egyik szimbolikus előkészítő pillanatának tekintünk. Ma itt, ahogy az elmúlt alkalommal is mondtuk, az élő történelem jegyében gyűltünk össze, és engedjék meg, hogy ennek jegyében kezdésként három rövid idézetet olvassak föl, és ezek köré csoportosítsam azokat a kérdéseket, amelyekre a mai alkalommal Lezsák elnök úrtól az MDF megalapítása kapcsán választ várunk. Bíró Zoltán, az MDF első ügyvezető elnöke nyilatkozta 2017-ben egy interjúban azt, hogy ezeknek az időknek volt valami méről fakadó keserűsége. Nagyon sok volt a meghasonlott ember, a félrecsúszott életút, világnézeti, politikai okok következtében. Az alkoholizmusba, öngyilkosságba menekülő életek. A nemzedék színe java veszett így el. A második idézet jóval korábbi, 1978-ból való, Csóri Sándornak egy Nomád értelmiségi című híres eszéjéből. Olyan értelmiségiek voltunk, írja Csóri, akik szentségtörő, őre és igaz gondolataikat majd csak az emlékirataikban közlik, már a jövőben is múltra ítéltetve. És végül Lezsák Sándor megnyitó beszédéből idézek, az 1987. szeptember 27-i lakiteleki találkozó megnyitó beszédéből, a magyarság esélyei címét viseli ez a találkozó. Ki kell szabadulnunk a nomád értelmiségi léthelyzetéből? Kiosztottunk egy tesztsort, amelyben az MDF-nek a megalapításáról és a lakiteleki találkozónak a politikai biztosítékairól is feltettünk kérdéseket. Kérem majd elnök urat, hogy térjünk ki azokra a technikai részletekre is, amelyek biztosították a korabeli Magyarország hivatalossága részéről azt, hogy ezt a találkozót meg lehessen rendezni. De én elsősorban most olyan kérdéseket tennék fel elnök úrnak, amelyek a munkának és a korabeli közhangulatnak és közszellemnek a belső motivációira, belső rugóira mutatnának rá. Arra kérném, négy kérdésem lesz, és arra kérném, hogy beszéljen
a lakiteleki találkozónak azokról az előzményeiről, amelyek szintén lakitelekhez kötődnek. 1979-ben, ugyebár ugyanezen a helyszínen, ha jól tudom, volt egy fiatal írók találkozója, amelyet szintén Lezsák Sándor szervezett, és Lezsák Sándor beszéde, akkori beszéde legkevésbé sem marad el a 87-es találkozó beszédeinek a hangulatától. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy az 1985-ös Monori találkozó után, amely az értelmiségnek az egyik jelképes szárnybontogatása volt, és ahol közös szándéknyilatkozat formálisan ugyan nem, de a találkozó szellemiségét tekintve igenis született. A Monori találkozó után tulajdonképpen miért érezték felelősségét annak, hogy lakiteleken is összegyűjjenek, és pontosan kik voltak, hiszen ugye tudva levő, hogy a magukat demokratikus ellenzéknek nevezők táborából egyedül Konrád György tisztelte meg ezt a találkozót, mint ahogy az állami hivatalosságok közül egyedül Posgai Imre volt jelen. A harmadik kérdésem egy kicsit személyesebb vonatkozású, de nem, azt hiszem nem lényegtelenebb a dolog igazi természetét tekintve. Lezsák Sándor hatalmas hálózatot épít és épített, hogyha jól tudom, ennek egy telefonos füzetke őrzi levéltári formában az emlékét legszemélyesebb formában. Mi volt az a, hogyan kell elképzelnünk 1979-ben vagy 87-ben azt a civil kurázsit, amely lehetővé teszi egy ilyen féllegális találkozó országos méretű megszervezését? És végül arra szeretnék választ kapni elnök úrtól, hogy hogyan látja a saját nemzedékének a helyét ebben a történelmi folyamatban. Egyrészt ott lakiteleken, kik voltak azok az írószövetségi harcostársai közül, akik megtalálták a helyüket és tevékenyen részt tudtak venni ezekben az ott kibontakozó folyamatokban. Másrészt ma kik vannak a színen közülük, és kik azok, akikkel meg tudta őrizni az akkori szövetségnek a tevékeny örökségét. És végül hadd kérdezzem meg, hogy az utánpótlás tekintetében, a célok tovább vihetősége tekintetében hogyan látja akkori önmagukat? Parancsoljon! Jó estét kívánok! Nem egyszerű a helyzetem, egyrészt az időszorításában, másrészt nagyon alapos kérdések, és megpróbálom sűríteni. Nyilván lesznek részletek, amit kihagyok, arra rákérdeznek, de már az elején csak kibukik belőlem, hogy nem nagyon szeretem én az ilyen találkozókat. Egyszerűen nehezen beszélek az elmúlt évtizedek történéseiről, mert ehhez le kell ülni, alaposan végig gondolni, elővenni a naplójegyzeteimet, pontosan, mindent pontosan, és akkor is erősen hiányos lesz. Mert szoktuk mondani, a múltban minden megtörténhet, és ezért vagyok óvatos a különféle visszaemlékezésekkel, nem is tudom igazán olvasni ezeket, bele-bele kapok, nagyon nehezen beszélek valakinek, mert nem akarok felületes lenni, és nem akarom azt a sok száz, ezer, tízezer embernek az életét, erősen próbára tévő élethelyzeteit felületesen érzékeltetni, vagy nem adni meg azt a megbecsülést, amit megérdemelnek. Itt is ülnek többen, akik az elmúlt évtizedekben, 30-40, sőt 50 évvel ezelőtt, valamilyen módon, 90 előtt próbára tették saját bátorságukat, egzisztenciát. Már azzal is, hogy hallgatták a Szabad Európa rádiót, és a híradásokat esetleg továbbadták. Már azzal is, hogyha templomi esküvőjük volt, vagy egy olyan faluban, községben, kisvárosban éltek, ahol odafigyeltek, hogy ki jár templomba, és ennek aztán ilyen-olyan látványos, vagy nem egészen látványos, de nagyon alattomos következményei voltak. Tehát a bátorság 90 előtt az megedzett sok tízezer, százezer embert. Ma
bátornak lenni, kormánypártinak kell lenni. Ma ez a bátorság, ha valaki kormánypárti. De erről talán majd a végén még egy összefoglaló mondatot megpróbálok megfogalmazni. Sokszor megkérdezik, itt kérdésekben is ott lappangot, hogy vajon a rendszerváltoztató folyamat köthető-e, ha igen, akkor milyen történés ez? 79, mondjuk az én életem és a barátaim környezetem életében. Én egyetlen egy évszámot tudok mondani, napra pontosan a rendszerváltoztató folyamat, amelyik érezte, hogy a elviselhetetlen a szocialista, kommunista rendszer, és ennek hangot adott az utcán is az 1956. október 23. Igazán ez a rendszerváltoztató időszak első jeles dátuma, amelyik néhány napig megjelent utcán, röpiratokban, megjelent különféle történésekben, aztán fegyveres harcban, és aztán jött a megtorlás, de mint a búvópatak jelen volt a Kárpát-medencében, nem csak a trianoni határon belül. Jelen volt valamilyen formában. És ez aztán hol erősödött? Egy-egy nemzetközi esemény hatására még talán reményt is próbált duzzasztani, kelteni, mert a Korvin köz 56 és a prágai Venceltér és a Gdanszki hajógyár valahogy összefüggésben vannak egymásról, és ez mind-mind hatott arra a nemzedékre, amit én képviselek, aki 6 esztendős múlt 56-ban. És ezt követően szinte együtt nőtt föl egyrészt ezzel a belső emigrációval, ha úgy tetszik, másrészt pedig figyelt oda a nagyvilág történéseire. Olykor talán csalóka ábrándokat kergetett, olykor azt hitte, hogy a szabad Európa tényleg szabad, aztán rájöttünk, hogy az se olyan szabad, az a szabad Európa. Csalódások, kudarcok, sikerélmények, reménykeltő helyzetek, barátságok, kis közösségek, amit a szabadság kis köreinek is neveztek, amely irodalmi műhelyek, folyóiratok, vagy egy-egy jeles 56-os, vagy 45 előtti személyiség baráti köréhez kapcsolódott, vagy éppen egy egyházi közösséghez, egy olyan paphoz, aki azért elvitte kirándulni a gyerekeket. Tehát megvoltak ezek a kis körök, amelyek aztán itt-ott, mint a búvópatak föltört, aztán visszaszorult. A magam életében lakitelekre kerültem 20 esztendősen, és azt követően író találkozókat szerveztem, összejöveteleket, és ennek lett egy keményebb megjelenése a Fiatal Írók Találkozója. 1979. május 18-19-én, ahol egy 120 fiatal író, képzőművész, fotós gyűlt össze, idősebb, hosszabb ideje fiatalok társaságában, Csóri Sándor, Fekete Gyula és mások, és Ijés Gyula volt a vendégünk, aki egy nagyon izgalmas és sokunk sorsát is meghatározó beszédet mondott, hangosan gondolkodott ott közöttünk. Nem volt egyszerű megszervezni, utalt rá, hogy a hálózatépítés, nyilván fiatal írók József Attila köre, volt egy kapcsolatrendszer, és ott Bács-Kiskun megyében talán erősebb kapcsolatrendszer, és nekem volt egy színpadom, egy színjátszó csoportom az iskola mellett, egész estés darabokat mutattunk be, és ők segítettek a technikai kivitelezésben. Nagyon kellett ez a segítség, hiszen minden ilyen találkozó 70-es, 80-as években a tilalom és a
tűrés határán szegmeződött. De ehhez kellettek lakitelekiek, fiatalok, akik színpadosok voltak, és amellett, hogy verseket mondtak, amellett, hogy színdarabot játszottak, érezték, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Nos, 79 úgy jött létre, hogy esztendők gyötrelmek kínlódása, kudarca, próbálkozása után jutottam el oda, hogy lesz találkozó lakiteleken, és az Írószövetség elnöke akkor Dobozi Imre hívott föl Pestre, hogy jöjjek föl, hogy mit is akarok én ezzel, mi is lesz ez a találkozó. És akkor hát egy kis rettentő helyzet volt, mert számomra, mert ott volt Agárdi Péter, Knop András, ez a MSZMP Központi Bizottságának ideológiai, kulturális vezetői voltak, és hát néztek el, hogy akkor számoljak be, mi lesz ez a találkozó. Én néhány mondatban voltak már fiatal nemzedéki találkozók, szükség van erre, próbáltam érvelni. Mi lesz a címe? Kérdezte Dobozi Imre. Mondtam, a korszerű nemzeti önismeret. Csönd lett, és akkor Dobozi, nem, azt nem lehet. A szocialista nemzeti önismeret, azt lehet. Tessék változtatni a címen. Hát elsötétült előttem a világ. Ördög Szilveszter előtt valóban utólag is le a kalappal, hogy nem cáfolt meg, mert én azt mondtam, hogy de elnézést kérek, ezt a címet Jézs Gyula adta. Döbbenten nézett rám Knop András Dobozi Imre. A Gyula ezt mondta? Kérdezi a Dobozi. Igen, mondom, erősködtem. Nagyon nagyot hazudtam. Szó se volt erről. És akkor csönd lett, még nagyobb csönd, és akkor elkezdtek máshol beszélni. Hogy akkor ugye rendben van minden szervezéssel, kimentek a meghívók ilyen. Igen, igen. És aztán így lett a korszerű nemzeti önismeret. Azt én nem mertem elmondani, hogy amikor megérkeztek a vendégek, le is akarták szedetni a képeket. Bérci István fotóművész képei, a két világháború közötti népi írók fotó galériája várta a vendégeket. Azt sem mondtam, hogy hívtam oda az elszakított területekről is költőt, és nagy élményem, hogy meg is tudtuk szólaltatni, mert ott már akkor nem lehetett mit csinálni. Tehát valójában kényszer helyzeteket teremtettem, amiben már másképpen nagyon nehéz volt viselkedni. És egy valóban lélekerősítő nemzedéki találkozó. Ez volt az első, 79. És aztán 80-81-ben kezdtem el szervezni a Magyar Írók Szövetségének a történetét. Mert ugye 45-ben indult, nyugodtan a vége valami okosat csinál, gondolhatták, 45-ről, meg 55, 46-ról, 47-ről, de azt nem tudták, hogy én el fogok jutni 56-ig. Mert 40 után 46, 47, 48. Első rész. Már ott érződött, hogy ez több, mint egy egyszerű írószövetség története. Nagyon sokan eljöttek. Karinti Ferenc oda nem volt már hely, és lefeküdt ott a széksorok előtt, a slusszkulcsát, hogy játszott vele, és a végén felállt, azt mondta, ide néz, én elhozom legközelebb a fiamat, szeretnék megszólalni, és az 50-es évekről beszélni. Drámai volt, amit elmondott. És aztán jött 56, és valóban a Tamási Lajos, a Piros a Vér a Pesti utcán költője drámai hangon beszélt 56-ról. Itt van Földesi József, hirtelen nem látom, ott van, aki annak idején a Csepeli Olvasómunkás Klubban Tamási Lajos szárnyalata, növögettünk valamennyien. Nagyon nagy élményem marad. Ő is, Fekete Gyula és a többiek, akik 56-ról beszéltek, én meg persze, hogy lejátszottam ott lemezről az egymondat a zsarnokságról, és verset, vagy éppen az 56-os újságokból olvastam föl részleteket. A harmadikra eljött Berec János,
a Központi Bizottság ideológiai titkára. Erről egy könyvet kiadtunk, mert az egészet fölvettük Magnóra, és szó szerint le is közöltük az egész szöveget. És Berecz János hozzá is szólt, és próbálta menteni a menthetetlent, és aztán negyedikre már nem került sor, a következő összejövetelt leállították. Nem adtuk föl, nyilván akkor próbáltunk különféle formában szervezkedni, és hát ugye közben ezzel szinte párhuzamosan ezt meg is előzve, fiatal évok találkozóját követően, 79 szilveszterkor volt ez a nagy találkozó, vagy nagy összejövetel, ahol Ilyés Gyula, Csóri Sándor és mások, és itt ül Bakos István, aki ennek egyik szervezője volt, akik egy alapítványt, egy szabad alapítványt, Bethlen Gábor néven szervezünk meg, és emellett egy szabad folyóiratot, a Hitel című folyóiratnak a gondolata akkor született meg. Tehát összefüggnek ezek a szálak, kapcsolatrendszerek, hiszen aztán ez a nagy népi hurálnak nevezett kis csapat sűrűn jött össze, amiből kinőtt aztán a lakiteleki találkozónak a szervező háttere. De közben az Írószövetség története mellett lakiteleki grafikus barátaimat kértem arra, hogy illusztráljanak verseket, tehetséges, később bizonyított tehetséges grafikusok, festőművész, és én adtam a verseket, beszéltem róla, és hogy próbálják illusztrálni. És így Nagy Gáspár vers, Kányádi vers, Ilyés Gyula vers, a müncheni Tollas Tibor verse, és így tovább. Tehát az egyetemes nemzeti magyar költészet jelent meg grafikákkal, és ez volt az antológia est. Szerveztünk egy 85-ben egy irodalmi estet, ami megint csak előzménye a lakiteleki találkozónak, hiszen azok a költők, akik az a 13 költő, aki ott megszólalt, a zsúfolt nézőtér előtt a lakiteleki művelődési házban, azok szinte valamennyien aztán ott voltak a lakiteleki találkozón 87-ben, és ezek a költők, Széchi Margit és Sertőző Simon és Buda Ferenc, és folytathatnám tovább a sort. És mindegyik olyan verssel, amelyekkel ki lehetett állni. És csápoltak, ahogy ma mondják, csápoltak a fiatalok. Olyan hangulata volt annak az estének, 400 ember zsúfolásig megtöltve egy művelődési házat. És jöttek az egész országból. És tulajdonképpen azok a korábbi másfél évtizednek a különféle találkozói, mert azért 1970-ben felvidéki estet szerveztem a Duba Gyuláékkal, 72-ben Vajdasági est néven Fehér Ferenccel, 73-ban Kárpátaljai estet Szakolcai Lajos vezette be, 74-ben pedig Erdélyi estet, nem az hamarabb, Sütő András volt a vendégünk például. Tehát tulajdonképpen egy kapcsolatrendszer szerveződött, amely nem csak alkotókban, hanem közönségben is. És a közönség közösségé kezdett formálódni. Tulajdonképpen ez volt az a hálózatépítés, ma így mondják műszóval, szakszóval, hogy a Bethlen Gábor Alapítványnak ilyen vidéki titkára voltam, feladatom az volt, nem is tudták nagyon, hogy megszereztem a református lexikont, nem névnap, tehát címjegyzéket, és körmöltem szépen az asztal mellett, és mindenkinek, vagy 3000 borítékot címeztem, felhívással, csekkel, egyebekkel. Az annyi eszem volt, hogy nem egy helyen adtam föl százat, az nyilván feltűnt volna, hanem akkor végigjártam Pesten a postaládákat, és mindegyben 5-5, 10-et, 6-ot dobtam be, hogy később rájöttem, nem, hogy valóban jól éreztem, mert a titkosszolgálat nyilván
adatai, anyagai később 90 után aztán hozzáférhetővé váltak egy része, és ezekből érzékelni lehet, hogy mi mindenre ügyeltek, odafigyeltek. Tehát tulajdonképpen 85 az antológiás, az már nagyot csattant, mert október 22-e volt, és bevezetőmben arról beszéltem, hogy Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. Hát a közönség tombolt, de pontosan tudta, hogy miről beszélek. És Papp Gábor, művészettörténész, nyitotta meg a képzőművészek kiállítását. Egy nagyon szinte sűrű volt a levegő ott. És ennek következménye lett, hogy a pártbizottság azt látta, hogy az asztalon, meg utól akkor is mondtam, véletlenül két, hogy valami díszlet legyen, és nem volt más, mint fekete drapériánk, és két ilyen lócát leterítettünk fekete drapériával. Akkor mondták nekem, te ez úgy néz ki, mint egy koporsó, ugye október 22-én koporsó. Mondom, minden néz, hogyha valaki erre gondol, akkor gondoljon erre. De hát ott a pártközpontban nem a csodát, nagyon nagy botrány lett belőle, és akkor én a művelődési házban befejeztem pályafutásomat, meg nem taníthattam történelmet, meg egyebek az iskolába, tehát voltak ilyen nehezebb napok, hetek, de lényeg az, hogy ez is egy olyan élményforrás volt, amelyik hatott aztán 86-ra, 87-re. Közben ezzel párhuzamosan demokratikus ellenzék, amelyikkel volt kapcsolatom, de mindig volt egy távolságtartás. Mert valahol azt éreztem, és ebben sokat jelentett nekem, akár Bírhó Zoltán, akár Csóri Sándor, Csurka István és a Fűr Lajos, hogy ők a föld alatt dolgoznak, de Csóri mondta, nem vagyunk hajlandók a magunk országában elbújni. Nyíltan. És ez adott egy olyan bátorságot nekem is. Hát miért bújdokoljak én? Miért csináljak szamizdatot? Miért? Legépelem én, ha kell, indigóval, aztán adtuk tovább. De volt egy távolságtartás, és valahol úgy éreztem, hogy egy szegedi Tiszatáj környezetében, egy kispap környezetében nagyobb a fenyegetettség, mint azok környezetében, akik aztán nyugati ösztöndíjjal, amerikai egyetemen kapnak lehetőséget, állást, odafigyelnek rájuk, kapnak valamiféle védettséget. Tulajdonképpen úgy gondolom azért hagytak bennünket, amíg széjjel voltunk szóródva. De amikor kezdtünk összefogni, amikor különféle összejövetelek segítségével a közönségből közösség lett, akkor már kezdtünk veszélyesekké válni a hatalom szempontjából is. És valójában a demokratikus ellenzéknek meghatározó személyiségeivel szerveződött a monori találkozó. Azon én nem voltam ott. A monori találkozó valójában egy megszólalás volt, amikor az ember hirtelen próbál följaidulni, és nagyon jó megfontolt szövegek mellett valóban eléggé rögtönzött szövegek vegyes hangulata volt, ahogy én megismertem utólag. Azonban az igény megjelent, hogy találkoznunk kell, el kell mondanunk, egy látleletet kell bemutatnunk, és együtt töprengeni azon, hogy hogyan tovább. Hiszen a válság érződött, Európában is, világban is, gazdaságban, erkölcsben, tehát sodródtunk, a vegetáló nép sorsát kezdtük élni, ez a békés egymás mellett élősködésnek
volt a tipikus példájuk a 70-es, 80-as években. És akkor megült föl az igény, hogy Pesten kellene egy szervezünk egy találkozót, ahol magunk között vagyunk, és legfeljebb meghívunk egy-kettőt a demokratikus ellenzék képviselői közül. És először Pesten helyszín, de aztán végül ugye hát akkor a lakás, hogy 80 ember elférjen, olyan azért kevés van, és akkor megült föl, hogy Lakiteleken Fűr Lajosék, emlékszem nekem Fűr Lajos mondta, álltunk egy ilyen szamizdatos találkozó után a Margit hídnál a buszmegállóba, és akkor mondja, hogy vállalnám-e Lakiteleken, ahogy volt a fiatalok, meg más találkozók. És én hazamentem, és akkor éjszaka már a színpados barátaimmal szerveztük a dolgot, hogy egy sátrat kell bérelni, egy nagy sátrat, és az lesz majd, ott lesz a találkozó. Előkészítettük, és 87. október, szeptember 27-én megszerveztük, meg volt a találkozó Magyarság esélyei címmel. Előtte való nap Fekete Gyula lejött, őt kértük meg, hogy vezesse a találkozót, kormányozza a beszélgetést. Neki mutattam meg egyedül a bevezető szövegemet. Féltem is, hogy valamit majd, hogy ki akar húzni, és hogy magammal megfogadtam, akármit mond. Én akkor is ezt végig fogom mondani, akkor már nem tud megállítani. De nem, azt mondta, ez egy nagyon szép beszéd, ez egy méltó. Nézett rám, hogy erre is képes vagyok. Nyilván felfedezett magának, hogy egy ilyen szöveget készítettem, és így másnap 181 vendégünk volt. Technikai részletekről talán annyit, hogy ahhoz ragaszkodtunk, hogy mindenki a nevét írja föl, címet adjon. Az előkészülethez hozzátartozott, Bíró Zoltán lakásán ültünk, és mondtuk a neveket, hogy kit javaslunk meghívni, és ha valaki vétózott ott közöttünk, akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt tegyük félre. Tehát ilyen szűrőn mentek át a meghívottak. Később derült ki, hogy jóval több embert kellett volna meghívni, de hát akkor ez a szellemi környezet így tudott végül is meghívót kapni. A színpados barátaim segítettek sátrat felállítani. Egy lakodalmas sátrat vettünk bérbe, és esztendőkkel később sokszor mondták nekem, hogy újra föl kéne állítani a sátrat. Egy kis baj volt az országban, rögtön állítsam föl a sátrat. Hogy ne zavarjanak ezzel, én ollóval szétvagdostam a sátrat ilyen kis darabokra, és egyet hoztam magának belőle. Ez majd a rektor, a professzor Koltai úrnak. Ez pedig a magáé. Tehát így néz ki ez a sajátos kép. Körbe lehet adni esetleg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugyan, szeretettel. Amikor az elsőt adtam oda Csurka Istvánnak, születésnapját ünnepeltük Jégo Szövetségbe, és hoztam neked valamit, mondom, a közönség előtt, meghatódottan állott, odaadom, nézi, így nézi, úgy nézi, mi ez, mi ez, de olyan elfulló hangon, hogy hülyét csinálok belőle, biztos, hát ezen nincsen. Mondom, fordíts meg. Megfordított, és akkor jött rá, hogy mit kapott. Könnyek jöttek a szeméből. Hát ilyen bogácsétel volt, alma volt, és fantasztikusan fölkészült előadók. Bozsgai Imre a nyitó előadást, Csurka István a nyitó előadást, de nem akarom végigmondani, azért adtam ezt a kis könyvet ott látni. A hangulatot is talán a képek visszaadják. Visszaadják azt, hogy azért az odavezető utakat rendőrök
foglalták le, mindenkit igazoltattak, elfele is. Egyébként ezt már megszoktuk, mert 85-ben, amikor volt az antológia est, akkor is az utakat mindenütt rendőrök állták el, mindenkit fölírtak, és akkor éjjel nem tudom meddig ott voltak, és közben kirabolták a piasztéri boltot Lakiteleken. És ott Lakiteleken mondták is, hogy az igazi bűnözők nem a Lezsák tanyáján volt, hanem a piasztéren, oda kell a rendőr igazán. Ezek inkább ott helyben tették helyére a dolgokat. Nos, még egy, aztán inkább próbálom majd szorítani, hogy esztendő múlva, 88. szeptember 3-án pedig, hogy hivatalosan bejegyezzük magunkat, még 90 előtt vagyunk, és mentem a postára, hogy postafiókot bérlek, mert ugye a cím az mi legyen az MDF-nek. Hát Lakitelek Szikra 272, ez hogy néz ki? Nem? De egy tanya cím, egy valami fontos szervezet, akkoriban még különösebb volt ez. És mondtam a postamesternek, hogy szeretnék egy postafiókot bérelni. Hát mondja, hogy ne, természetes. Bediktálom, hogy MDF, egyebek. Azt mondja, bélyegzőt bélyegezem le. Hát mondom, de nincs bélyegző. 90 előtt, pontosan tudják, bélyegzőt reménytelen volt egy nem hivatalosan készíteni. És akkor mondta, hogy hát akkor sajnos nem adhat postafiókot, bélyegző kell rá. Hát mit csinálják, szédelektem ki a postáról, hogy akkor most holnap jönnek itt a találkozó, nincsen cím, Szegedi Pali hozza a nyomtatványokat, nem tudjuk, hogy milyen címre küldjék, és így tovább. És akkor eszembe jutott, hogy én annak idején iskolába tanítottam, és a gyerekekkel csináltattam radír gumiból bélyegzőt. És elszaladtam a tábori Robihoz, és mondom neki, te nagyon gyorsan kéne csinálni radír gumiból bélyegzőt. MDF. És rögtön nekiláttunk zsilettpenge egyebekkel, csináltunk egy bélyegzőt. A három betűt. Visszamentem még időbe, posta nyitva volt, és akkor nézi a postamester, hogy ez mi. Ezt a párnán kipróbáltuk, működött. Működött. Jó, azt mondja, van bélyegzőjük is. Elhoztam azt is, hogy megmutatom. Azt is, de visszakérem. És gondolják el, olyan híre lett ennek a bélyegzőnek, hogy néhány nap múlva a megyei pártbizottságon, aztán a pártközpontban is ment a hír, hogy ez egy nagyon komoly szervezet, már bélyegzőjük is van. Jó, hogy nem tudták, hogy radírgumiból. Most mindez, azért próbálom ilyen showműsorszegben érzékeltetni, hogy akik 90 előtt nem éltek, azok érzékeljék azt, hogy nekünk nem volt nem tudom mennyi pénzünk. Hogy tulajdonképpen itt inkább a lelemény, az egyszerűség, a barátok összefogása, összetartása, az volt képes aztán neki menni, mint annak idején a Corvin közben, nem tudom én, a 16 éves pesti srácok. Tehát itt ehhez azért kellett egy civil kurázsi, azoknak az embereknek, akik közül sokan itt ülnek, vagy esetleg a szüleik vettek részt ezekben az előkészületi munkálatokban. És ezért mondtam a bevezetőben, hogy igazán ehhez kellett a bátorság akkor. Ma pedig ahhoz kell bátorság, hogy az ember kormánypárti legyen, hogyha van egy jó programja, ami nem más, mint az alkotmányunk, és az egy olyan program, ami mögé érdemes is odaállni. Nos, még egy gondolat, és valamit még megmutatok, ugyanis, hogy érzékeltessen megint azokkal, akik nem éltek akkor, hogy mit jelentett aztán, ott vannak a sátorban, és
87, 88 és 90-ben szabad választás, és aztán bekerülnek a parlamentbe. Én nem lettem parlamenti képviselő, nem akartam parlamenti képviselő lenni, mert hogy nézett volna ki az, hogy én, aki összeállítom a listát, odaírom magamat. Szóval egyszerűen Mirgo Zoltán is azt mondta, ő nem. Jöjjenek most a profik, nekünk MDF-et meg kell csinálni rendesen. Gyarmati Dezsőt sikerült, az olimpiai bajnokot, vízilabdázót bevinni a parlamentbe, 11-nek éppen, és amikor a választás utáni napon, hétfőn, úgy ülök ott a Bemtévi irodában, és jött be a Gyarmati Dezső, egy nagy cekkel hozott, még játszott is egy kicsit, egy nagyon vidám ember, mint valami nagyon nehéz dolgot hozna. Na, mit cipelsz? Sándor, én életem legnagyobb ajándékát kaptam, hogy én parlamenti képviselő leszek. Hazámat szolgálom a parlamentben. Nagyon nagy dolgot kaptam tőletek. Ezért én elhoztam azt, ami számomra a legkedvesebb, és azt neked adom. És akkor ő teszi az asztalra, ezt mondja, bonts ki, én elmegyek, mert félek, hogy visszakérem. Elment, én oda mentem az ajtóhoz, tényleg elmente, ott áll az ajtónál, nagy bogokás mester volt, egész éjszaka nem aludtunk, volt azért bennünk feszültség, visszamegyek az asztalhoz, mi ez? És elkezdem, újságpapírok, össze, semmi, üres. Végül megtalálok egyet, és mi volt benne? A számára a legkedvesebb, és nem sok embernek volt ilyen a kezében, az 56-os Melbourne-i aranyérme, olimpiai aranyérme. De visszaadják. Hát számára ez volt a legkedvesebb Gyarmati Dezsőnek, aki egyébként alapító kurátora volt a lakiteleki népfőiskolának. Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak a válaszait is, a meglepetéseket is, és az élmény gazdag előadást is, amely valóban élővé tette számunkra ezt a velünk lévő történelmet, és az égi sátor részeseinek tekinthetjük magunkat ebben az előadóteremben is. Köszönöm szépen önöknek is, hogy eljöttek, és ma is érdeklődve hallgatták és részt vettek a beszélgetésben.